Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a Szent István első otthonában, a győri Audietto. Ez a 15. forduló hivatalosan, de nekünk már a 17. mérkőzésünk, hiszen két mérkőzés már korábban lejátszottunk. 30 ponttal lista vezető a bajnokságban az Eto, 2 ponttal utolsó a Szent István, úgyhogy Danyi Gábor a mérkőzés előtt, ahogy elmondta, a mai találkozó fő célja, miután erőltetett menetben a csapat, hogy azok is lehetőséget jussanak, akik az elmúlt mérkőzésében kevesebb szerephez jutottak. Fehérben a miénk, zöld-feketében pedig a Sise, akik két döntetlennel állnak eddig a bajnokságban. Még októberben a Vác itt 27-27-et játszott, majd Békés Csabán 34-34-re végezte a következő fordulóba. A többi mérkőzésen túl sok babér nem termett számukra. Az első gólt azonban most ők szerzik, a gólszerző nem más, mint Aaron Andrea. Kurtovicsnak a bejátszása nem pontos, Edvics nem tudja elcsípni, egy gyors indítás, de sikerül elcsípni azt a magasan a mezőny fölé felugró Oftedálnak. Oftedál Hansen talpról, 1-1, másfél perce tart a mérkőzés, Anamete Hansen találatával egyenlít a győri Audietto. Szép számmal jöttek Eto drukkerek most is, ide is, velünk szembe a lelátón. Úgyhogy Páholyból figyelhetik azt, hogy a csapat remélhetőleg ma az egyik legszebb arcát mutatja. De box nyelven szólva az sem baj, ha ez amolyan felhozó mérkőzés lesz, és innen kapnak páran új lendületet, hogy aztán a hétvégén az kamatozhasson. Poalák Szidónia góljával 2-1 az Eto javára. Hantos Dorina és Rózsegyi Brigitta a két játékvezető. És akkor támadhat a Sise csapata, akik most egy átlövéssel próbálkoznak. Kiséva ezt könnyedén hárítja. Poláki a kipattanó, és már Kurtovicsnál a labda. Kurtovics megnézi, hogy Oftedál érkezik, a bejátszás Edvicshez nem pontos, és ez a gól, ez már Sipso után született. Gyors támadás befejezések mind a két oldalon. Szerző Regina 18-assal, 5-össel Tobak Luca, aztán 37-essel Scheffer Zsanett, 20-assal Sraning Zsófia és 17-essel Horváth Gréta jelen pillanatban a pályán az ellenfélnél. Hát nyilván ők kevésbé ismertek számunkra, hiszen nem látjuk őket hétről hétre játszani. Ismét Kiséva szépen fogta a lövést, Oftedál már indul és kígyózik, akár be is fejezheti, meg is teszi. Sine Breda Oftedál a legeredményesebb játékosunk a bajnokságban, 85 gólnál tart most. Valószínű ő lesz az első, aki eléri a 100-at, hiszen Zeminko 75-tel, Anamete Hansen 55-tel, Kari Bratzett 45-tel mögötte a rangsorban. Jó a sánc, és aztán Kiséva tolja fölé, így aztán már jöhet az Audietto, és most már a negyedik játékosunk szerez gólt ezen a mérkőzésen, Faluvégi Dorottya. Láthatóan nem nagyon fog csereberélni Danyi Gábor támadásban, védekezésben, mert mindenki melegítőben ül a padon, és figyeli az eseményeket, és várja azt, hogy hogyan is alakul majd a mérkőzés. A sáncról ment ki a labda, úgyhogy a sarokról jöhetnek majd a hazaiak. Ugye a Szent István csapata újonc a bajnokságban, először vagyunk itt a Monor Sportcsarnokban. Ők már jártak nálunk a második fordulóban. 33-22 arányban nyert az Audietto. Nem hozott át, rettentően sok volt az a találkozó. A 37-essel Scheffer Zsanett, a házi góllista harmadik helyén. Monori egyébként a leggólerősebb játékosuk, Áron Andrea a második, és Scheffer a
harmadik. Hatodik percben vagyunk. Hansen már talpon, a labda meg a hálóban. A gólszerző Amanda Kurtovics. Edvicsnek még kell még gólt lőni, és akkor minden rendben lesz, mert akkor mindenkinek megvan az első. Nem mintha egy fontos szempont lenne a mai mérkőzése, hogy egymás után lőjék a gólokat, és ne legyen duplázó egy darabig. De most megkaphatná Edvics, a bejátszás azonban nem pontos, mi közbe piszkáltak. Lehet a Szisénnél is nézték a statisztikát, ez pedig labdavezetési hiba. Kisévi. Hallhattuk ugye, hogy a következő szezonban, az utánpótlásban dolgozik majd. Azért a tokiói olimpián még szívesen látnánk őt védeni a magyar válogatottban. Nem tudom, ő hogyan kalkulál. Minden esetre az biztos, gondolom, olvasták a híreket, hogy változás a programban, mert a győri olimpiai selejtező tornán nem Kína, hanem Kazasztán lesz majd a magyar válogatott egyik ellenfele. Bár mindenki azt mondja, hogy majd úgyis a szerbek elleni mérkőzés dönti el, hogy ki is lesz az, aki kijut az olimpiára majd, és ki az, aki esetleg itthon marad. 6-2-nél ugye Kurtovics duplája után. Az Eto szurkolók most is jó hangulatot varázsolnak a mérkőzésnek. Hanszára már próbáltak kilépni, de nagyon szépen elvezettük az embert, így aztán tiszta lövő pozíció lett. Anna Mette Hansen 7-2. Eredményes támadójátékot látunk, hiszen 7 perc telt el a mérkőzésből, és 7 gólt szereztünk. Gyakorlatilag az első támadás nem hozott gólt, de onnantól kezdve szinte mind. És Kiséva megint odaér. Sikerül megtartani a kicsorgó labdát is, így aztán Oftedal hozhatja azt, amit nagyon tud, az ő ritmusváltása és sebessége ellen nem nagyon találják az ellenszert, éppen ezért úgy is dönt a vezetőedző a Sise részéről, Vojkovics Gyula, hogy akkor kicsit összehívja a brigádot, mert rendezni kell a sorokat. Túl vagyunk az időkérésen, és akkor jöhet újra a Szent István Sportegyesület. A 70-es években alakult meg egyébként az egyesület, labdarúgással kezdtek, és hát Lisztes Krisztián, Sebők Vilmos és Rutka Jánosnak a pályafutása is innen indult. Faluvégi közben a kapus feje fölé, 9-2. 9. perc, 9. Eto gól, és egy újabb labdaszerző után Oftedal szerben be is dobja. Szena Oftedal 3 góljával jelen pillanatban a legeredményesebb játékosunk. Aztán amikor a foci már jól ment, akkor elkezdték a lányoknak a kézilabdát, és volt olyan szakasz a diákolimpiák történetében 2009 és 2013 között, amikor mindig a Szise, illetve a Győri Bercsényi vívta a döntőt. Úgyhogy komoly múltja van főleg az utánpótlásnak, most megpróbálják itt a legjobbak között is, de hát ha a világ legjobbjaival játszanak, akkor azért várható volt, hogy egy örömjáték jön az Audi Eto részéről. Amanda Kurtovics 11-2, 9 perc, 2 másodperc alatt. Hát egyelőre tényleg, ahogy a boxban szokták mondani, ez amolyan felhozó mérkőzés. Scheffer. Áron középütt. Nagyon jó a védekezésünk ma. Bár nyilvánvalóan mindenki pontosan tudja, hogy nem a Szise erősségű csapatok ellen lehet mérni azt, hogy mire is képes majd a csapat. Faluvégi Dorottya 12-2. Gyors
könnyű gólokat szerzünk, főleg az utóbbi 3-4 percben. És érzi a közönség is, hogy most nem kell kiszámolni a tizet. Monori Orsolya 40-essel a jobb átlövő posztján, eddig nem volt még pályán, most őt is beküldte a vezetőedző. Edvics lépett ki jól. Az sok lesz. Oftedal. Kurtovics fönnakadt a sáncon. És hát bárhogy is nézzük, ez a következő. Reméltek jó-jó hosszú győzelmi sorozatnak a kezdete lehet majd, hiszen ugye a bajnokságban legutóbb a Siófok megtréfált bennünket. A kupában válhatunk majd vissza, hiszen a négy közi jutásért éppen ellenük kell majd játszani. Hansen lövése száll fölé. De hogy ott lesz az a mérkőzése, vagy máshova kerül, az még azért nagy kérdés, mert ugye a hivatalos játéknap, miközben Kisévát találják telibe, nem kellett elmozdulnia. Szóval a hivatalos játéknap az pont a BL negyeddöntő két mérkőzése közötti időpont. Az első kiállított játékos a mai mérkőzésen, Tobák Lusza. 2 percig, tehát emberelőnyben. Az Audi Eto, Veronika Christiansen pedig jön, hogy elvégezze a büntetőt. A győri Audi Eto nagyon magabiztosan vezet itt Monoron. És most továbbra is 6-6 ellen támadásban, mert lehozták a kapusukat a hazaiak. Nem váltott közben az eredményjelző. Most vagy lehet, hogy én számoltam el magam. Nem, most már ott van rajta a 13, akkor az rendben van. Itt pedig elhajlásból dobja a gólját Monori, és már visszaért a kapus, úgyhogy Monori Orsolya a legeredményesebb hazai játékos, megszerzi az első gólját, 3-13, és akkor jöhet az újabb Eto támadás. Főleg jobb oldalra nyitják a védekezést, hogy Hansen kifogják a játékból, ez aztán lehetőséget ad Kurtovicsnak, hogy a másik oldalon bemenjen. És megint akkor kapus nélkül a támadásban a vendégek. Hát azt gondolom, egyébként egy ajándék ez a mérkőzés nekik abból a szempontból, hogy a világ legjobb csapatát láthatják vendégül, és tényleg mindenféle teher nélkül lehet játszani, mert biztos vannak olyan részsikerek, amiket az edző megfogalmazott, amit el kéne érni. Még Danyi Gábor egészen másról kellett, hogy beszéljen az öltözőbe, hiszen mások a részsikerek, Hansen találják sajnos telibe. Egy pillanat alatt csönd lett a nézőtéren. Az egyik legkeményebb fából faragott játékos, Anamete Hansen. Alig ha nem megnézhette belülről a labdát, hogy milyen. Nem egy örömteli pillanat lesz. Edvics kapja az indítást, körülnéz, hogy hol vannak a többiek. Oftedal pattintott lövés után. 15-nél tart most már a csapat. Továbbra is megvan a ritmus a góljainknak.
Ha jól emlékszem, akkor 50 volt a legtöbb, amit kapott a Sisse ebben a bajnokságban. Nem hinném, hogy cél, hogy ezt megdöntsük, mert nem ez a legfontosabb. De erről majd a mérkőzés után Danyi Gábort úgyis megkérdezzük, hogy mik voltak azok a részcélok, amiket kijelölt a csapatnak így a bukaresti utazás előtt. Monori forgolódik. Lassan passzívat jeleznek, sőt számolják már a passzívat. Monirőnek el kell lőni. Hát kihozta belőle a maximumot, azt gondolom, mert megvan a negyedik gólja a hazai csapatnak. Gyorsan itt a válasz, Anamete Hansen. 16-4. Nagy erővel vágta a hálóba a labdát Anamete Hansen, miközben kapus cserélnek, és érkezik Mátéfi. Mátéfi Dalma a kapuba. Monori tovább, ott Puhalák mellett nem nagyon tud mit kezdeni a labdával. Balog beállta. Három. Varjú 27-essel szintén nemrég jött a pályára. Onnan nagyon messziről szinte esélytelen. Cornelia Lingby 2-essel a másik 2-es Edwidge mellett, de nem ő tűnik most el, hanem a kilépő Kurtovics állította meg Varjú Liliánát. Ez meg Kurtovicsé. Oftedal falu végig mutatja magát, ott az ittszer, 7-es a vége. Sőt, még egy 2 percet kap Varjú Liliána. Egy ütemmel korábban kapja a paszt falu vége Dorottya, akkor tiszta lőhelyzet, így volt esélye Varjúnak, hogy belépjen elé. Kiállítása és büntető lett a vége. Amanda Kurtovics dobja a következő, 17-4. Nem lassít az Eto'o. És a szokásos koreográfia kapus nélkül most a vendég csapat 8-assal érkezik Sziráki Boglárka. Sok fiatal játékosa van a Szent István csapatának. Monori, ez kiséváé, Hansen pedig belülért hozzá a labdához. Kicsit megfuttatták a kapust, aki most már visszaült. 1-13 még a kiállításból. Három. Ez jó lehet. Kiséva szépen fogta a sarkot. Meghagyták a területet, hogy lőjön, valószínűleg így volt kitalálva, hogy onnan lőhet a játékos, mert Kiséva úgyis ott van. Ez egy zseniális passz és egy csodálatos gól. Puhalák Szidónia. Ez azt jelenti, hogy 18. perc, 18 Eto'o gól. Senki kedvéért nem lassítunk. Lingbi. Nyitunk a védekezésen, és folyamatosan fölvesszük már a lőket 9 méteren. De hiába lépünk ki, nem tudják bejátszani a védők mögé a labdát. Monori. Letelt közben a kiállítás. Lingbi. Áron tovább Monori Zitzerben, Kiséva.
4 gólt kapott Kiséva. A védekezési hatékonysága az körülbelül 70% körül lehet. Ó! Két kapufa is valahogy így csorgott be, hogy még a sáncor is megpattant a lövés. 18-5. És most nagyon sokáig, majdnem 2 percig volt támadásban a hazai csapat. Megpróbálta a faluvégi visszahozni, kap egy 7-es belülvédekezés miatt. És Stine Oftedal dobhatja majd a büntetőt. Be is dobja. Érdekes lenne megnézni a 19 perc 30 másodpercből, amióta tart a mérkőzés. Vajon mennyi ideig volt nálunk a labda, és mennyi ideig a hazaiaknál? Nem hiszem, hogy a 6-7 percnél tovább lett volna a mieinknél a labda. Úgyhogy nagyon hatékonyak, miközben Monori a 3. gólját dobja, és próbálja életben tartani a hazai célokat. Gyorsan jön a válasz. 26. Hát kis túlzással lehet, hogy egy fél idő alatt megdobjuk azt a mennyiségű gólt, mint amennyi Győrben született még szeptemberben. Danyi Gábor közben fölvette az időkérő táblát, vagy azért, hogy jobban ála van, vagy azért, mert céljai vannak. Ez abban a pillanatban, hogy mi jöhetünk támadással, ki fog derülni. De az is lehet, hogy letelt a 20 perc, és most érzi azt, hogy egy kicsit beszélni kell. 27. Győri időkérés. Danyi Gábor hívja egy kis pihenőre a lányokat, és ha kell, akkor rendezzük a sorokat, ha nem, akkor pedig néhány biztató szóval mondja nekik, hogy csak így tovább. Cseréltünk az időkérés után. Kari Bratzett, középen Eduardo Amorim, Hansen átjött a másik oldalra, és Zeminko az, aki irányít. Puhalák Szidónia és faluvégi Dorottya, valamint Kiséva maradt, és Jana Mette Hansen is maradt, tehát 3-as csere. Anemete Hansen pedig talpról, a másik oldalról is betalál a hálóba. Bratzett a labdaszerzés után, Hansen néz körül, kicsit Zeminko elé dobta. Nem is tudta megszelidíteni. Varjú aztán Monori a labdával, ezúttal a kapufáról kipattanó labda, a miénk lesz majd, Sziráki Boglárka lőtt. Zeminko próbál zárni Bratzett, itt se rossz Amorim, ez meg Máté Fié. Máté Fidalma védése után támadhat majd a Szent István csapata. 21-7 a mérkőzés állása. Varjú. Monori. Le a szélre, és aztán ezúttal Kiséva sem tud már hárítani. Megszerzi az első gólját. Balogh Beáta. Kari Bratzett, 22. Az utóbbi 6-7 percben sikerült végül is 4 gólt lőnie a hazai csapatnak. Vagy elhitték, hogy amit tudnak, azt merjék megcsinálni.
vagy szerencséjük volt, vagy egy picit mi adtunk nekik több levegőt, vagy ezek így összességében. Minden esetre Lingby is feliratkozik a góllövők közé. 9-22 az eredményjelzőn, 13 góllal vezet az Audi Eto. De azt gondolom az égvilágon semmi gond és probléma, mert a mai mérkőzésnek nyilvánvalóan nem az a cél, hogy akár gólkülönbséget javítsunk. Sokkal inkább az, hogy egyénileg mindenki, amit megbeszélt Danyi Gáborral, illetve csapatként együtt, abból a lehető legtöbbet lásson, viszont a vezetőedző. A hétvégén ugye a Vülcse lesz az ellenfél. Idegenbeli bajnokok ligája mérkőzések jönnek most egymás után. És hát nyilvánvalóan idegenben is kell hozni majd a győzelmeket, hiszen a csoport elsőség, a tét. Véletlenül úgy kapjuk a legkedvezőbb ellenfelet majd a négy közéjutásért, és hát a Final Four az mindenképpen elvárás a csapattal szemben. Monori lövését után támadhat az Audi Eto. Hansen kéri Zeminkótól a labdát, 25. perc, megkezdjük a 26-at is. 18-4 után egy picit most kiegyenlítetté vált a játék. Nem tudunk könnyű gólokat szerezni, sőt, több védése is van Máté Fidalmának. Most Zeminkóit fogta, előbb fogta Faluvégiét. Bulatovics jön hamarosan a pályára, legalábbis már melegít. De hát nyilvánvaló, hogy a győzelem az egyetlen percig sem lesz majd veszélyben. Jön akkor Katarina Bulatovics, a Nemete Hansen helyett. Zeminko, Amorim. Egy szélső befutással próbálna Faluvégi zárni, de Bulatovics lövését jól olvasta a kapus. Tiszta helyzet a szélen, az ejtés után pedig bent van a labda a hálóba. Vérszemet kapott a Sise. Szépen visszalopják magukat egy tízes különbségre. Amióta Danyi Gábor belecserélt a kezdőcsapatba, azóta nem úgy sülnek el a dolgok sem támadásban, sem a védekezésben. Hansen pedig közben egy kisebb ápolást kap Devecseri Ádámtól a kispadon. Egy Balogh doktor is megnézte, hogy minden rendben van-e. Huszonnyolcadik perc, 22-10-es győri vezetés. Bulatovics. Zeminkó tenné tovább. Amorim. Ajaj. Jöhetnek a hazaiak. Sziráki lassítja a játékot. Ez a 10 perc egyelőre a Szent István csapatának sikerül jobban. Más kérdés, hogy minden mérkőzés, az is 60 percből áll. És hát Amorim mosolyog. Ha Duda mosolyog, akkor a nagy baj azért nincsen. Zeminkó.
szépen elmozgatta az embereket. 23-10. Faluvégi csíp egy labdát el gyorsan. Másfél perc van véget ér az első félidő. Ahol álomszerű támadójátékot láttunk. 18-19 percig. Aztán pedig egy picit visszavettünk a tempóból, és nem minden sült el pontosan. Nem értették meg egymást most a mieink, de hát van ilyen. Lehet, hogy pont egy-egy ilyen mérkőzés kell ahhoz, hogy bizonyos dolgok megváltozzanak azok közül, ami esetleg nem stimmelt eddig. Amorim egyedül fejezi be góllal az akciót. Jöttek mellette a többiek, hogyha passzolni szeretne, legyen kinek. De Eduard Amorim végül is maga fejezte be góllal az akciót. Szóval csalódottaknak egyáltalán nem kell lennünk az első félidő játéka láttán. Ez is hetes lesz. Mert hát könnyedén játszanak a mieink. Kis Éva. Talán most már nem 70, csak 50%-os teljesítménnyel. De azt gondolom, ez is rendben van. 2 percre kiáll Monori, utána nyúlt Zeminkónak, aki aztán tovább ment. És hát büntető az nem lesz, de hajszál pontosan akkor, amikor letelt a játékrész. Akkor állítja ki a játékvezető Monori Orsolyát, úgyhogy 24-10-zel ér véget az első félidő. Emberelőnyben kezdjük majd a második játékrészt. Folytatódik akkor a mérkőzés méghozzá a második félidővel. A Szent István esse 10, a Győri Adójátó 24 gólt szerzett az első félidőben. Lönó a kapuban, és váltás a jobb szélen is, hiszen Bódi Bernadett a pályán, és ember előnyben egyébként az Audietto. Az utolsó pillanatban állították ki a hazaiak egyik játékosát. És most mindjárt egy büntetővel indul a félidő, amit Leno fog. Úgyhogy Amandi Leno pillanatával kezdődik ez a félidő. És akkor remélhetőleg ott folytatjuk, ahol az elsőben is kezdtük. Zeminko, Kualák Szidónia, Mátéfi Dalma. Védése után pedig támadhatnak a hazaiak. Hát ott folytatjuk, ahol az elsőben abba hagytuk. Ugye ezt mondhattam volna eredetileg, de hát ugye azért változtattam rajta, mert jobban kezdtük, mint ahogy folytattuk. De hát, hogyha valamelyik csapat 24 gólt dob egy fél időbe, akkor nem hiszem, hogy a támadójáték miatt elégedetlennek kéne lennünk, hiszen nyilvánvalóan nem lesz 100%-os teljesítménnyel zárni Eduard Amorim. Egész pályás gólya, és valami történt, mert hogy kihívják a játékvezetőket. Nem megfelelő létszámban voltak a pályán esetleg a játékosok? Ugye az eredmény jelzőtáblán az, hogy 1 perc 47 másodperc, ez azt jelenti, hogy a kiállításból még van pont 13 másodperc. Elképzelhető, hogy rosszul cseréltek a visszafutó kapus miatt a hazaiak. De most úgy néz ki, hogy végül is rendben van minden. Vagy pedig valami a internetes adatrögzítéssel akadozhat. Hát az internettel úgy látszik sokaknak meggyűlik itt a baja a Monori sportcsarnokban.
Varjú. Letelt egyébként a kiállítás. 25-10. Zeminko. Amorim zicserben. Ezt is bedobja. Eduardo Amorim. A gólfelelősünk. Ebben a játék részben. És immár 16 gól a differencia. Ezon gondolkodom, hogy volt ennél több, de talán még nem. Ezt szépen most tisztára játszották. És góllal is fejezték be. Tobák Luca. Negyedik perc a második félidőben. A Szent István Ese a 11. gólját szerezte. Zamandi Lönó jön ki, de csak azért, hogy némi vaxot vegyen magához. Nem gondolkodunk azon, hogy 7-6 ellen támadnánk esetleg. Ez pedig belülvédekezés volt. Ezt mutatják a játékvezetők. Úgyhogy jön majd valaki a büntetőhöz. Christiansen, Veronika Christiansen. A kiválasztott. Gól. 27-11. Ketten vigyáznak most a beállóra. Monori ott nem tud lőni. Megpróbálja a szélre, de aztán visszakerül a labda. Áron keresztbe. A hosszú passz után nem tudnak ráfordulni. Ez a lövés megpattan. És a sáncról kerül végül is Lönóhoz. Zeminko. Kulatov is lendületből, tovább egyből. Bódi Berni lövését fogja Mátéfi. Hát Mátéfi lassan mindenkitől megfog egyet. Reméljük, hogy megtaláljuk az ellenszert. És nem tesszük nagyjá ezen a mérkőzésen. Amorim zseniális labdaszerzése. Kari Bratzet. Szép hajszálpontos befejezés. 28-11. Azért oda, hogy labdát szerzett, hogy oda piszkált. Rajzfilmekben látni ilyet, hogy ugyan nem érett oda, de mégis elszedi a labdát, hát úgy tűnik, hogy ő erre is képes. Monori kapná vissza, de ez meg Zeminkóé. Zeminko is góllal fejezi be az Itzert. 29-11. Na most úgy tűnik, hogy rátaláltunk megint a helyes útra, és szépen lőjük egymás utána gólokat. Ez se volt csúnya, tegyük hozzá Scheffer Zsanett. Nem nagyon számítottuk, azt gondolom, tőle lövésre a miénk. Áron Andrea, a 13. Szent István gólt ő lőtte, és Bulatovics jön le, és jöjjette Veronika Christiansen. Ma is lesz összefoglaló, az összefoglalóban lesznek majd benne a riportok, ahol meghallgatjuk a főszereplőket, hogy ők hogy látták. Danyi Gábortól is megkérdezzük majd, hogy mi az, ami elsősorban tetszett neki, illetve maradt-e benne némi hiányérzet. Amoriméhez is. Minden labdát megszerez, amit elvétenek az ellenfél játékosai.
Bódi próbálkozott egy szélső befutással, Puhalák nem tud befordulni. Zeminko meglökte Monori, azt mutatja a játékvezető. És büntető lesz. Az ítélet végrehajtó pedig Amanda Kurtovics. Ez most kimaradt. Máté Fidalma kétségtel, amióta bejött a pályára, azóta megváltozott a játékképe. Támadásban korán sem vagyunk már annyira hatékonyak. Karib Rácet. Az így is 30-nál járunk, és 8 perc alatt dobtunk 5-öt. 30-13 a mérkőzés állása. Fodor csenge készülődik. Amorimnak most nem sikerül labdát halásznia, de marad a labda a zöld feketéknél. Szerző Regina. Hárman jönnek majd be a miénknél. Hansen is, Oftedal is, illetve Fodor Csengi, akit még nem láttunk ebben a játék részben sem, és az első félidőben sem. Három. A bejátszás után büntető jön, ember hátrányból a második olyan szituáció, amikor sikerül büntetőt kiharcolni, igaz 6-6 elleni játékban, de nagyon ügyesen megoldják, hogy ne veszítsék el a labdát, és ne lőjék el feleslegesen. Scheffer Zsanett a lövése, Lenoé. És akkor most jönnek a cserék. Edvics is jön. Ugye az első 20 perc volt Edvicsé, aztán most kapott egy 20-at Bracet, és most valószínűleg még egy 20 Edvicsé, de lehet, hogy 10-10 lesz ez is. Egyelőre az idővel tud játszani leginkább Danyi Gábor. Nagyjá tesszük ezt a kapust. Máté Fidalma lehet élete mérkőzését vívja, vagy hogyha ezt tudja sokat, többször is megtenni, akkor meg az is lehet, hogy egy szép karrier egyik fontos pillanatát látjuk. Itt Monorom. Oftedal. Edvics. Oftedal. Arra számított, hogy eltalálják majd, és megfogják, de nem fogták meg. A gyors indításra pedig Lenó, miután kimozdult, már nem ért vissza a kapuba. 30-14. Hát vannak tanulságos pillanatok azért a mai mérkőzésen is. Christiansen lövése, megint Máté fié. Hansen nem éri el, de azért sikerül megzavarni a felfutó Monori játékost, és a labda már az Eto'é. Bódi próbálja Áront egy az egybe legyűrni, nem sikerül neki. És ha nem mondtam volna, Fodor Csenge is már ott van a pályán. Oftedal. Christiansen. Ez így most tiszta lehet. Jó az ejtés. Na. Bódi Bernadett. Ez a 31. gólunk.
elég komoly létszámot cserél most támadásban, védekezésben. A hazai csapat három játékost is váltottak, úgyhogy kicsit eltelt egy kevés idő, mire elkezdték a támadást. És Kari Grimsbő is elkezdett melegíteni, úgyhogy valószínűleg egy 4 órát ő is kap majd a mai mérkőzésen. Ez elment fölé. Oftedal. Hansen, újra Oftedal. Gól! Kezdünk visszajönni a mérkőzésbe. És időt kér a Szent István csapata. Valószínű, leginkább azért, mert hogy a nagy tempó, amit ők is diktálnak, belementek, kell egy kis fiennő, kell egy kis frissítés. 14. perc a mérkőzésem. 14-32, ez áll az eredményezőn. Ketten a földön, de a támadás belül Fodor Csenge, aki már a 33. Eto'o gólt szerzi. Egyre nagyobb a hangzavar itt a Monori sportcsarnokban. Talpról lövi el szerző. És be is talál. Ez elmegy magasan. Újabb hazai találat. Oftedal. Jó volt, pedig tiszta terület. Krisztiánzen előtt végül is Edvics befejezi góllal az akciót. Negyed óra telt el ebből a játékrészből, ebből következik, hogy pontosan ugyanennyi van vissza. És hát ami hamar meglett a 14 gólos különbség, gyakorlatilag 14-ből a 20 az elég nehezen jön össze, de hogy össze fog jönni, ahhoz kétség nem férhet. Oftedal egy kicsit azt gondolom, ez saját magának tartozott ezzel a góllal. Szerző, Monori. Onnan a szélről nem lehet befordulni. Ez pedig Lenoé, de 2 perc lesz. Annemette Hansen a kiállított játékos. Szép. Már nem a lökés. Tökéletes Lenoé védés, csak sajnos Annemette Hansen most áll ki, előbb Oftedal állt ki. Kettős ember hátrányban lesznek most a miénk.
Monori büntetője pedig bent van. Ez azt jelenti, hogy 35-17-re módosul a mérkőzés állása. Kapus nélkül most a miénk, de gyakorlatilag így is hátrányban. Zeminko megnyílik előtte a terület, ott az ígyszer. Ezt nagyon szépen csinálták most a lányok. Megvan a 36. gól, ember, kettős ember hátrányból ráadásul. Monorit azonban most nem tudjuk tartani. Monori orsolya. Újabb találatát láttuk. 36-18. Gyakorlatilag most már a Sise megdobja a góljaink felét. 27 másodpercig még kettős ember átrányban vagyunk, aztán még egy tízes, és kiegészül az Eto, de ez már múlt idő, mert kiállítás, Lüngbiálki, Fodor Csenge jól van. És jön Amanda Kurtovics a büntetőhöz, hogy aztán már csak egy szimpla ember hátrányban legyünk, 21 másodpercig. Érezte Máté, hogy merre kell mozdulni, de Amanda nagyon szépen és pontosan lőtt, 37-18. 12 perc van hátra még a mérkőzésből. Ez is bent van. Szerző Regina a gólszerző. 37-19. És most ebben a pillanatban már teljes létszámban. Az Audi Eto, ez azt jelenti, hogy 1 perc 20 másodpercig viszont ember előnyben játszhatunk majd. Hansen csak bemutatja az átadócselt, sávot nyit magának és góllal fejezi be az akciót. 38-19. És 10 percre jön majd Kari Grimsbø a végén. Úgyhogy Lenónak valószínűleg a 20 perc jut. Szerző, onnan a szélről most nem próbálnak meg befordulni balok révén a hazaiak. Jó volt a védekezés. Varjú. Visszakapják a labdát. És már a passzívat jelzik a játékvezetők. Sziráki hagyja hátra a labdát. Ez magasan fölé. Marad a 38-19-es állás, és jön akkor Kari Olvi Grimsbø, Amandi Lönó helyett. A közönség nagy örömére, és mindjárt be is mutatkozhat egy bravúrral. Hauftedal nem éri utol a Sise játékosát, de utoléri, úgyhogy nem tudott végül is kapura fordulni Páncél Petra. Sőt, egyelőre még lövésük sincs. Sziráki. Szerző teszi tovább, aztán kapja vissza a Lüngbi, akinek letelt a kiállítása. Sziráki a gólszerző. Megvan a 20. Többet lőtünk, mint Győrben a Sisének. Hogy többet kapunk-e vagy sem, ez az utolsó 10 percben el fog dőlni. Jelen pillanatban ilyen vagy-vagy.
ez pedig hetes. Sőt, 2 perc ember előnyben játszunk majd. A kiállított játékos szerző Regina lesz majd. Ugye jelen pillanatban a vesztett pontokat tekintve 3 pont az előnyünk mindenkivel szemben. Nem kérdés, hogy ez meg fog maradni nyilván a mérkőzés végén is. És ez azt jelenti, hogy mérkőzésről mérkőzésre közelebb vagyunk ahhoz, hogy újabb bajnoki címet ünnepelhessünk, bár ennek azért az esélye valószínű az, hogy áprilisnál hamarabb úgysem lesz. De hát ezeket a meccseket be kell húzni. És hát itt azért ma is láttunk jó megoldásokat, nem is keveset. Triev gyorsan leszaladt és jön vissza a kapus, mert ugye ember hátrányban vannak a vendégek, de ki fog lőni? Senki. Mire lőtek volna, már elvesztették a labdát. 3-2 szituáció. Bódi Berni a gólszerző. Ez volt a 40. gólunk. És 40-20 így az állás. 7,5 perc van még vissza a találkozóból. Scheffer, Varjú. Ott egy kicsit megnyúlt egy mez. Hansen kapja a labdát. Üres a kapu. Üres is marad. Veronika Christiansen. 41-nél jár most már az Audi Eto. Könnyű gólokat is tudunk lőni most is. 6 másodperc még. Nem jön már le a kapus, mert már nincs értelme. Triev Zsanett jön a szélre 91-essel. Lüngbi, Varjó. Scheffer néz körül, Sziráki. Ott nem lehet bemenni, Triev megpróbálja. A rövid sarkot választotta volna, de mellé dobta. Oftedal villámgyorsan megint ritmus tud váltani. 42-20. Eredményesen és jól játszik most is. Sziráki. Most bejött a rövid. Triev Zsanett előbb nem jött be. Lehúzta alulra, most megpróbálta Grimsből feje mellé. És hát Karig Olvi Grimsből feje mellett be tudta dobni. 42-21. Azt gondolom nem bánnánk, hogyha így maradna, hogy kétszer annyit dobunk, mint a Sishez. Összességében rendben lenne. Edvics 43-nál tartunk most már. És hát összességében 5 perccel a vége előtt kijelenthetjük, hogy az első negyed órában egy picit megilletődötten játszott a Sise, de aztán megmutatta, hogy a magyar női kézilabda NB1-ben azért minden csapat képes arra, hogy fölszívja magát. És szép megoldásokat láthattunk tőlük is. Christiansen. Oftedal. Fodor Csengéhez nagy nehezen jutott el a labda, de aztán elpörgette a kapu mellett. Marad a labda a hazai csapatnál.
Szirák ismét szerző. Ez Grimsbőé, de ki a kipattanó. Edvics korán csípte, más kérdés, hogy löktek rajta egyet. Lyngby szaladt le, mert cipő nélkül mégsem lehet játszani. És ez bent van. 43-22. Anna Mette Hansen, Sine Oftedal. Fodor Csenge megy bezárni. Oftedal, Hansen, szép. Tökéletesen kijátszott figura és szép gól a végén. Szerző kapja vissza, hirtelen túl magas lett előtte a fal, Christiansen, Bódi mellette, hogy segítsen, segít is. 45-22. Bódi Bernat találatával. Most már nagyon közel vagyunk az 50-hez, de nem lesz meg, mert 2 perc van vissza, de ez egyáltalán nem baj. Tiff Janet pedig. Második gólját szerzi, neki is egy nagy pillanat, azt gondolom ez a pályafutása során, hogy az Audi Etónnak 3-ból 2-es mutatóval zárhatja a mérkőzést, ha nem lesz több lehetősége. Christiansen csípik el. Oftedal, Hansen. Christiansen lendületből szép. 46-23. Nagy arányú 23 gólos vezetés a mai mérkőzésem. És ez mindent elmond arról, hogy amit kellett, alig hanem a csapat ma kihozta. Nyilvánvaló, hogy nem fejeződött be minden támadásunk góllal, volt körülbelül olyan 62-63 támadás, egy 12-13 védése lehetett a kapusnak, Mátéfinek, Oftedal. Ez a 47. gólunk. És végül is valószínűleg nagyjából már ez lesz a vége. Időn túli szabaddobással fog befejeződni a mérkőzés itt Monoron. A Szent István esse az első 20 perc megilletődött játéka után már komolyabb ellenállást tanúsított, támadásban is jeleskedett, ennek következtében az Audi Etónak sokkal nehezebb dolga volt, de így is fölényesen és magabiztosan nyert 47-23-ra. Köszönjük a figyelmet, interjúk majd az összefoglalóban, a viszontlátásra, a viszontlátásra, Meronka Pétert hallották.